hosszú szezon fáradalmait piheni ki Szikszai Róbert, aki elégedett lett az elmúlt hónapokban nyújtott teljesítményével. Kerekes László tanítványa utolsó versenyén Szentesen 62 méter 39 cm-es eredménnyel végzett az élen, és mivel a hagyományos ciprusi évadzáró diszkoszvető gála ezúttal elmaradt, elkezdődött a megérdemelt pihenő. A 24. életévét nemrég betöltő atléta májusban egyéni csúcsot dobott, aranyérmet szerzett az országos bajnokságon, valamint több nemzetközi versenyen is felállhatott a dobogó tetejére. Hát ez az nagyon úgy alakult, ahogy szerettük volna, ugye másfél méterre megjövettem az egyéni csúcsomat, ami az lett volna a terv, ugye 64-37-et dobtam Szombathelyen, 63 méter fölött van a legjobb 5 verseny átlaga is, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. Jó állapotba kerültem már télen fizikailag, ugye itt inkább a technikai részét kellett nekünk összetenni, ami úgy látszik, hogy ilyen májustól sikerült, és nagy szerepet játszott az új menedzserem is, aki rengeteg olyan versenyre el tudott juttatni, ahol ugye nagyon komoly ellenfelekkel tudtam megküzdeni. A diszkoszvetők között még fiatalnak számító nyíregyházi sportoló elmondása szerint sokat profitált abból, hogy rangos ellenfelekkel szemben kellett dobókörbe lépnie. Ez az EB-n is már látszott, hogy ugye úgy tudtam versenyezni, hogy nem izgultam magam szerint. Nem izgultam, mert ugye hétről hétre ilyen elég rangos mezőnyben állok körbe, és így már úgy rutinosabban tudok egy nagy világversenyen is dobni. Nagyon jobb vagyok, hál' Istennek az ellenfeleimmel, igazából hétről hétre viszonylag elég szűk az a mezőny, aki így ide befér. Egy ilyen 30 főről beszélünk, tehát igazából elég jól ismerjük egymást, és jó kapcsolatunk is van, mert amúgy nem is lenne jó a verseny. A fizikumát úszással, fallabdával és tenisszel karbantartó Szikszai Róbert november elején kezdi el a felkészülést a következő szezonra. Az első hónapban az erőnléti munkán lesz a hangsúly, még nem vesz diszkoszt a kezébe az atléta, aki jövőre a 66 méter elérését célozza meg.